Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Megőrizte hazai veretlenségét az ASE férfi élvonalbeli kosárlabda csapata a tavalyi év utolsó mérkőzésén december 30-án. Az éppen aktuális ellenfél a Zalaegerszegi TE együttese volt, mely sokat fejlődött, erősödött az őszi indulás óta. Ennek is betudható, hogy a külső dobásokban várakozás alatt teljesítő ASE nyomában tudtak maradni a zalaegerszegiek háromnegyeden át. Az utolsó játékrészben aztán összeszedte magát Branislav Dzunic csapata, és a rohanás helyett okosan kezdtek kosárlabdázni, és a védekezésre is több figyelmet fordítottak az atomosok, miután magabiztosan 8 ponttal megnyerték a meccset a fehérmezesek. Ez már a 8. hazai győzelme volt ebben a bajnokságban a paksi csapatnak. A távoli, illetve középtávoli dobásokban azok eredményességében a korábbi hetekhez képest tapasztalható visszaesés, no és az zalaegerszegi TE csapatának fokozatos javulása, ezen belül a védekezésben való előrelépése következtében bizony meg kellett dolgoznia az újabb hazai győzelemért az ASE csapatának a tavalyi év utolsó hazai fellépésén. Csak a záró 10 percben érvényesült a paksiak papíron mindenképpen meglévő játékerőbeli fölénye. Az amerikai kisemberek Shepard, Baker, Cooper ekkor kapták el igazándiból a fonalat, és a padról érkező Kovács Ákos, valamint a Lorán Péter kiválása miatt magára maradt center Elinszel János nem csak eredményes volt a befejezéseknél, hanem területet nyitott az éppen pályán lévő amerikai triónak az újabb pontok szerzéséhez. A negyedik negyedben igazi arcát mutatta, meg az ASE, újra ellépett ellenfelétől, és különösebb végjátékbeli izgalmak nélkül 83-75-re nyert, amivel továbbra is hibátlan hazai pályán, vagyis 8 meccs, 8 győzelem. Továbbra is versenyben van, ezáltal is az alapszakaszban a legjobb 4-be kerülésért. Sokkal jobban játszottak, mint amikor legutóbb találkoztunk a Zalaegerszegen, sokkal keményebben és összeszedettebben. Igazából a harmadik negyedben kicsit leblokkoltunk az elején, ott az Zalaegerszeg át is tudta venni a vezetést, utána nagy nehezen sikerült fordítanunk, sajnos nem úgy játszhatunk támadásba, hogy kellett volna, védekezésben is azért voltak hibáink, de szerencsére meg tudtuk nyerni a mérkőzést, és azért észnél tudtunk lenni. Hendrik Robert, az ETE edzője szerint az utolsó 10 percet csapata mentálisan elfáradt, ezért nem tudott nyerni. Nem folyt úgy a játékunk, és ez mondjuk a Paks védekezését is dicséri. Nem tudtuk olyan gördülékenyen játszani a támadó játékainkat, mint eddig az elmúlt pár mérkőzésen. És, mert a védekezésben azt mondom, hogy igen sok energiát mozgósítottunk, és eléggé jól is védekeztünk a mérkőzés egyes szakaszaiban főleg. De a támadásunk az majdnem végig döcögött. Branislav Dzunic értelemszerűen csak az utolsó 10 perccel volt elégedett, nem talál magyarázatot az azt megelőző játékra, különösen a gyenge dobó teljesítményre. Ritmustalanul játszottunk majdnem az egész meccsen, de egy olyan meccs a lényeg az, hogy tudtunk nyerni, és azért jár gratuláció a fiúknak, és természetesen az ellenfelnek, aki máma megmutatta, hogy akár győzelmi esélyükkel is jöttek el. Televíziónk azon kérdésére, mi kell ahhoz az ő részükről, hogy a folytatásban a Szolnok, a Körmend, a Falkó, az Albakomp ellen tudjon rangadókat nyerni a paksi csapat, a szakvezető több tényezőben való javulást említett. Mindenek előtt azt, hogy csapata 34 éves rutinos, jelleg sérült magas emberének, Lorán Péternek mindenképpen ott kell lennie a pályán, mert mint mondta, ő számít nem csak a pályán, nem csak a palánk alatt, hanem az öltözőben is jelenlegi keretben vezéregyéniségnek. Mindenben jobbnak kell lenni. Egy szervezettség a támadásban is, a védekezésben, hogy meg kell tudni. Szóval nem tudunk csak az ösztönből játszani. Tegyük hozzá gyorsan, ez az ösztönösség, az improvizáció alapvetően jól működik, repíti, viszi előre az ASE csapatát. Most semmi gond ezzel. Én szerintem a másik oldalon a csapat mutatja ezt a, hogy mondom ki, ezt a győztes mentalitást szerintem, de ugye szeretünk jobban játszani, ez biztos.
Ha az ösztönösség, nevezzük tehetségnek, még jobban találkozik a tudatossággal, kiépülnek a páros kapcsolatok a játékosok között, amit eddig a járvány okozta kiesések hátráltatnak, a közönség szórakoztató játékot egyébként is bemutató ASE, a körmend ellen is esélyes lehet győzelemre a közelgő nagy rangadón, pláne hazai pályán. Már csak a vírushelyzet akadályozza azt, hogy megnyíljon Tolna megye első fedett jégcsarnoka a Szekszárdi Sportközpontban. A rekordgyorsasággal 7 hónap alatt elkészült 500 milliós beruházás megkapta az illetékes szervtől a műszaki engedélyt, de a megnyitóra csak a pandémia helyzet enyhülése után kerülhet sor. Az üzemeltető és egyben tulajdonos Szekszárdi Jégmadarak Sportegyesület nagyon reméli, hogy erre legkésőbb január végén vagy a jövő hónap elején sor kerülhet. Addig is a próbaüzem alatt már tesztelték a klub jégkorongozói a 32x60 méteres csarnok jegét, amivel maximálisan elégedettek voltak, és ez jó hír a korcsolyázni vágyó szabadidős sportolóknak is, akik szintén nagyon várják már, hogy ők is birtokba vehessék a régóta várt korszerű létesítményt. A járvány nem csupán bajnokságokat szakít félbe, hanem arra is képes, hogy létesítmény átadásoknak tegyen keresztbe. Itt van ez a rekordgyorsasággal cirka 7 hónap alatt elkészült szekszárdi jégcsarnok. Már november végén, december elején megtarthatták volna az ünnepélyes átadást. A szekszárdi jégmadarak utánpótlás csapatai itt játszhatnák éppen aktuális meccseiket, de erre még az említett okokból várni kell. Hogy feloldja a kormányzat az okkal szigorú szabályokat. Startra kész mindenképpen a félmilliárdos költségvetésű korszerű jégcsarnok, a műszaki engedély is már a fő kivitelező Elektrolit Kft., illetve a tulajdonos üzemeltető Jégmadarak SE birtokában. Várják a január 11-i enyhülést hozó híreket, hogy már a hó végén megtörténhessen a hivatalos ünnepélyes megnyitó, miután a korcsolyázók, a jégkorongozók belakják majd a szép, tágas, korszerű létesítményt, amivel nem minden megyeszékhely büszkélkedhet manapság. 8 hónap azért kellett az épület átadásához, gyakorlatilag április elejével kezdtük a külső terep rendezésével a munkálatokat. Nem lassult le az építkezés akkor sem, amikor a jégkészítés feladatai következtek, az épületgépészeti elektronikai munkálatok. Az Elektrolit Kft. Megbízható referenciákkal bíró partnereinek a társadalmi munkát is felajánlóknak köszönhetően. Egy szabványos, modern csarnok épült, ami nemzetközi meccsek megrendezésére is alkalmas a jégkorongban. Nézőterünk akkora nem lesz semmiképpen sem, mint Dunai városban vagy Fehérvárod. Maga a pálya ez egy szabványos pálya, tehát hivatalos mérkőzés lebonyolítására alkalmas. Nyilván ehhez majd szükséges lesz a Jégkorong Szövetségnek a validálása is. Előbb-utóbb ez is meg fog történni. Már a próbaüzem jegyében jégre lépő kis jégkorongosok és edzőik egészen kiváló jégminőségről számoltak be. Azok is, akiknek van országos rálátásuk a témában. A jég az egyik befolyásolható tényező, amire rá tudunk hatni. Nyilván megfelelő paraméterek vizsgálatával, szem előtt tartásával gyakorlatilag arra törekszünk, hogy a lehető legjobb felületet adjuk a srácoknak. Elégedettek az edző kollégák a jég minőségével, igazándiból mindig mindenen lehet javítani, nyilvánvalóan itt is meg kell tanulnunk, ez is egy szakma, gyakorlatilag a jég készítése, de egyelőre mindenki elégedett, azt mondhatom. Próbaüzem ideje alatt tartottunk edzőtábort a srácoknak, ez a két ünnep közt történt meg, mindenki megelégedésére mondhatom. Körülnéztünk a kiszolgáló helységekben. Tágas, kényelmes, feletté világos öltözők sorjáznak a keleti oldalon, szám szerint 10 kisebb-nagyobb. Hogy ne tévedjenek el a vendégek, vendégcsapatok, egyéb közreműködők, erre is gondoltak az utolsó simítások elvégzésekor. Tehát a zöld öltöző, a sárga öltöző, a játékvezető, illetve az orvosi szoba odavezetnek a megfelelő színű. Azt a bizonyos szalagátvágást már az iskolások, a korcsolyázó nagyközönség is várja szinte megyeszerte. Elnézve az igényeket, a jégkorong sportét és persze a tömegsportét, nyár beköszönték szinte garantált napi 10-12 órában a nagyüzem Tolna megye első fedett jégcsarnokában, amely úgy épült meg szinte rekordidő alatt, hogy nem csak megőrizte, hanem fel is újította a telken lévő egykori fallabda centrum tágas termeit,
amelyek külön bejárattal a szekszárdi küzdősportok új otthonává is válhatnak. Az üzemeltető bízik abban, hogy a várható bevételek megközelítik, esetleg talán még fedezik is a jégcsarnok éves üzemeltetési költségeit. Sportág és folyótörténeti eseménynek lehettünk szemtanúi június elején a Siófolyón. A helytörténészek birtokába került dokumentumokból az derül ki, hogy eme jelentős helyszínen tavaly nyárig soha senki semmilyen hivatalos kajakkenu vagy éppen evezős versenyt nem rendezett. A szekszárdi kajakkenu ese országos meghívásos versenyével megtörte a verseny nélküliséget, amit a vírus első hullámának lecsengése után azonnal megrendezett a Palánk és Sió-Agárd közötti szakaszon. A résztvevőktől érkező visszhang alapján nagy valószínűséggel egy új versenyhelyszín született a kajakkenu sportban. Tavalyi évi visszapillantásunkban most eme kuriózum versenyt elevenítjük fel. Tényleg sporttörténeti eseménynek lehettünk szemtanúi 2020. június 20-án a Sión. Hihetetlen, de sokat megért atyafiak állítják, ezen a folyón noha sokan kajakoztak és kajakoznak ma is különböző szakaszain, de egy valamire való hivatalos verseny soha senki még nem rendezett, legalábbis eddig. Az állítás már nem igaz. A 10 éves születésnapját nemrégen ünneplő Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület valóra váltotta titkos tervét egy nem is akármilyen versennyel, és ezzel beírta a honi kajakkenu történetbe a Siót. Ez volt a karantén feloldása óta egyébként az első hivatalos kajakkenu verseny az országban. Több mint 20 egyesület versenyzői mintegy fél ezeren érkeztek, hogy önmagukat és az új versenyhelyszínt teszteljék a 2 és 7 kilométer közötti távokon kiírt futamokon. Most ki voltak éhezve már a kajakosok a versenyre, valóban ilyenkor már egy jó pár versenyen túl vagyunk. Ez volt az idei év első versenye, ráadásul kuriózum volt, mert ezen a vízen még soha nem volt verseny, nálunk se volt még verseny, és ez ilyen hirtelen jött ötlet volt. Akik itt vannak, azok dicsérik, azt mondják, hogy egy élmény volt nekik. A kölyök gyermek és a kezdő kategóriától elindulva egészen az ifi és junior korosztályban megtalálható világbajnokokig feltűntek sokan a mezőnyben. Sőt, edzői minőségükben korábbi olimpiai bajnokokat is felfedezhettünk, mind a Siógárdi Sióhíd alatti rajtnál, a tisztáson, vagy éppen már a célként funkcionáló szekszárdi kajakkenu bázison. Na milyen a Sión kajakozni, kenuzni? Eléggé zavaró szélben tettük fel mi is a kérdést több versenyzőnek. Elsőként Őri Zsombornak, maratoni ifi világbajnokunknak, aki a síkvizen is ugyanezen a világversenyen ezüstérmet szerzett. Nekem személy szerint nagyon tetszett a verseny, hiszen folyt a víz. Mi ahol edzünk, a Nagy-Dunán edzünk, ott is folyóvízen edzünk, és nekem a folyóvíz az jobban fekszik, mivel egy kicsit könnyebb húzni, mint az állóvízen, ezért nem kötök el annyira. A helyezkedés az amúgy is ugye vizezni próbáltunk, és nem nagy bolyok voltak, úgyhogy így nem volt akkora probléma. A rajt meg teljesen jó volt, ott elfértünk bőven. A keskenység, a folyó kisebb fordulatai taktikai szempontból érdekesebbé, változatosabbá tehetik a többi helyszínhez képest a Sión zajló versenyeket. Taktikailag lehet, hogy jobb is, mivel ugye keskenyebb, ezért a vízen jobban lehet robbantani, úgymond a robbantásokat visszaverni, mivel hogyha a part mellett van valaki, akkor ki tudja tolni a Duna közepére, vagy a Sió közepére, és így szerintem még jobb is, mint egy szélesság. Szintén a lágymányosiak kitűnősége osztotta meg velünk a véleményét, aki klubtársához hasonlóan az ifik legkeményebb, maximális 7 kilométeres távú versenyét esélyesként megnyerte. Hát a jó hangulat az teljesen megvolt. Ismét találkozhatom a versenytársaimmal, a rendezők is teljes mértékben gondoskodtak rólunk, kaptunk ételt, italt, még süteményeket is. Itt a táj nagyon gyönyörű volt, tehát élvezet volt ezt itt evezni. Fontos, hogy a szél nem teszi irreálissá a Sión zajló versenyt, ami például Domborival kapcsolatban egyáltalán nem mondható el. Ez egy hosszabb táv, nincsenek ilyen 1-es-2-es pályák, de mivel nagyobb a hátszíj, ezért gyorsabban is tudunk menni. A Mamut mezőnyben természetesen ahány versenyszámban csak lehetett, elindultak a házigazda szekszárdi kajakkenu ese versenyzői is. A felnőttek között induló egyébként U23-as korosztályú Nagy Viki, szekszárd legismertebb versenyzője,
egy nagyszerű ezüstöt lapátolt össze, ennek ellenére meglehetősen ambivalens érzésekkel értékelte a futamot az ő szempontjából. Nagyon fura volt ezen a pályán versenyezni nekem, nem szoktam még hozzá. Fura volt, hogy versenyszituáció volt, hogy nem edzésként kellett erre gondolni. A verseny közben gondolkodtam is rajta, hogy úristen, fura. Érdekes, tényleg nem is tűnt fel, hogy én ezen nap mint nap ugyanezt a távot levezem lefele. Azért egy-két helyet így tudtam érezni, hogy még innen mennyi a táv, még innen mire számíthatok, de nem én diktáltam a tempót, ezért inkább arra próbáltam koncentrálni, hogy milyen lesz, hogy mire számít, csak így a saját testem ügyileg, hogy fogom kibírni a versenyt. Egészen jól bírta Viki, csak a magyar felnőtt maratoni kajak egyik ásza, Célai Vörös Zsófi előzte meg, ő lett a győztes, ő ment gyorsabban nála az előírt távon. Persze ezen a történelmi versenyen sokaknak nem is az eredmény, hanem a jelenlét, a részvétel volt a fontos. Hétfőn megkezdte a felkészülést az újoncként a második helyen telelő MB2-es labdarúgó csapat a Merkantil Bank Liga 2021-es tavaszi szezonjára. A játékosok a szünetben a szakmai stáb által kiadott futó és erősítő edzésprogramot végezték el. A PMFC együttese a héten Harkányba utazik egy háromnapos csapatépítő és állóképességet fejlesztő edzőtáborba. Az MB2-es újonc PMFC a második helyen zárta a Merkantil Bank Liga 2020-21-es őszi szezonját, és a Magyar Kupában is versenyben van. A csapat már két a tavaszi szezonból előrehozott mérkőzést is játszott. Vas László vezetőedző hétfő délelőtt tartotta meg a 2021-es év első közös edzését a csapatnak, amit vasárnap délután PCR-teszt, illetve különböző orvosi és fizikális felmérések előztek meg. Köszöntenék mindegyik szurkolónkat is az új év alkalmából, boldog új évet, erőt, egészséget a következő évre. Bízom benne, hogy minket is, mind és a többi csapatot is elkerüli a vírus is, a betegség és a sérülések. Úgyhogy mai nappal elkezdtük a felkészülésünket. Nyilván tegnap már voltak felmérések, PCR-teszten estek át a srácok, úgyhogy próbáljuk ebből a négy hétből maximálisan lehető legtöbbet kihozni majd. Január 31-én kezdődik a bajnokság, ugye úgy volt, hogy 27-én már kupameccset játszunk, de ez el lett tolva 10-ére, február 10-ére, úgyhogy ez egy kicsit előnyt jelent számunkra, tehát hosszabbá teszi a felkészülésünket, hál' Istennek, úgyhogy próbálunk minden napot úgy kihasználni, hogy a bajnoki rajtra megfelelő állapotban legyenek a srácok. Szeretnénk a megfelelő állapotot elérni, ezt az előbb kihangsúlyoztam, ez megfelelő munka kell, ettől nem tartok igazából, mert eddig mindig, minden egyes alkalommal, mind edzéseken, mind mérkőzéseken próbálták a srácok azt megcsinálni, amit kértünk tőlük, úgyhogy ez fontos lesz a jövővel kapcsolatosan is, mert az, ami eddig elég volt, az holnap már kevés. Nyilvánvalóan ezt is kihangsúlyoztam a bajnokság kezdete előtt, hogy mi is az én célom és a csapat céljai. Abban azt fogalmaztam meg, hogy mindegyes mérkőzésben maximumot kihozni. Maximum úgy gondolom, egy mérkőzésen 3 pont lehet. Mindegyes mérkőzésben úgy megyünk bele, hogy meg szeretnénk nyerni. Az, hogy mi a realitás, az nyilván én úgy gondolom jelen esetben nem a táblázat helyezése állapítja meg, mert legyünk őszinték, azért vannak előttünk álló csapatok, olyan előttünk lévő csapatok, akik mind infrastruktúrálisan, mind anyagi helyzetükből fakadóan előttünk vannak, de szeretnénk ezt megfelelő munkával, megfelelő elszántsággal eltüntetni. Hogy mire lesz majd elég, azt majd úgyis úgy gondolom az év végén tudjuk realizálni, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy jól felkészüljünk, és mindegyes mérkőzésből a továbbiakból is a legtöbbet kihozzuk. Azzal lennék elégedett, hogyha a csapat fejlődne. Azt, hogy milyen állapotban voltunk, és hogy mentünk bele ebbe a sorozatba, ebbe a 21 mérkőzésbe, azt a második helyezésünk alátámasztja, de még egyszer mondom azt, hogy ez már holnaptól nem lesz elég, tehát a mai naptól nem lesz elég. Fejlődnünk kell sok helyen, sok szempontból, mind a játék tekintetében, mind olyan taktikai dolgokba, amivel úgy gondolom, hogy az eredményesség még akár növelhető, vagy jobbá tehető, de a legfontosabb számomra az, hogy fejlődjön a csapat. Pécsi szurkolók nagyon hiányoznak, és ugye amikor én átvettem a csapatot,
pár százan voltak kint a mérkőzésen, most utoljára, amikor befejeztük, több ezren voltak kint, ez egy óriási dolog, ez nekem egy óriási örömöm, és továbbra is azon leszünk, hogy visszacsalogassuk őket, és bízom benne, hogy ez a vírus helyzet, amikor megoldódik, akkor ismét együtt tudunk majd örülni a pécsi pontoknak. A héten a Gárda Harkányba utazik egy háromnapos csapatépítő és állóképességet fejlesztő edzőtáborba. Nagyon jó volt egy kicsit pihenni, de azért vártuk, hogy újra visszatérhessünk és edzésbe lendüljünk, és ez egy pozitívum, hogy az elmúlt évekhez képest most egy sokkal rövidebb téli szünetünk volt, így a felkészülés is rövidebb lesz, mert hamarabb kezdődik a bajnokság. Reméljük, jó formában leszünk a kezdésre. Próbálunk minden mérkőzést megnyerni az elkövetkezendő fél évben is. Ez pozitív, hogy idáig így teljesítettünk, de innentől kezdve szerintem sokkal nehezebb dolgunk lesz. Nekünk nagyon hiányzik, mivel mind hazai, mind idegenbeli mérkőzéseken nagyon sokan támogatnak minket, és ez számunkra óriási érvágás, hogy nem jöhetnek a mérkőzésekre, úgyhogy bízunk benne, hogy mi hamarabb visszatérhetnek és segíthetnek nekünk. Én úgy gondolom, hogy nekünk úgymond teher nem kellene, hogy nyomja a vállunkat, mert továbbra is nem az van kimondva, hogy mi felszeretnénk, vagy kötelező feljutás lenne a cél, de tény és való, hogy ez biztos, hogy az ellenfelek sokkal jobban készülni fognak ellenünk, és akár egy sokkal zártabb védekezéssel is léphetnek ellenünk pályára. Mindent meg fogunk a felkészülés alatt tenni, hogy ezekre megtaláljuk a megfelelő módszereket, hogy majd a bajnoki mérkőzéseken ezt fel tudjuk törni, és ki tudjuk használni az ellenfeleknek a gyenge pontjait. A bajnokság január 31-i tavaszi rajtjáig rendelkezésre álló 4 hetes felkészülés során több zárt kapus edzőmeccset is játszik a Gárda. Az első ellenfél január 9-én az NB1-es Paksi FC lesz. Győzelemmel búcsúzott a 2020-as évtől a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Dragan Alexics együttese december 30-án 17 ponttal bizonyult jobbnak az oroszlánynál. A játékosok pár nap pihenőt kaptak, aztán hétfőn elkezdték a munkát, hiszen szerdán már Körmendre utaznak, akiket legutóbb 86-81 arányban győztek le a fiúk hazai pályán. A Körmend elleni hazai győzelem után 3 nappal már oroszlányban lépett pályára a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A Gárda egyetlen célt tűzött ki maga elé, győzelemmel zárni a 2020-as évet, és egyúttal megszerezni első idegenbeli sikerét. Ezt teljesítette is Dragan Alexics együttese, hiszen 17 ponttal bizonyult jobbnak az Osel Lions gárdájánál. Igen, nagyon örültünk, hogy 2 győzelemmel sikerült zárni ezt az évet. Úgy gondolom, hogy így a tabella helyezések szerint is, meg úgy mentálisan is kellett nekünk ez a 2 győzelem, és igyekszünk a 2021-es évet is így folytatni, ahogy ezt a 2020-at befejeztük. Kaptunk 2 nap pihenőt. Szerintem ez jól jött a csapatnak, hiszen nagyon sűrű volt a program, illetve még egy darabig sűrű is lesz, de szerintem lassan már visszatérünk a heti 1 meccses terhelésre. Az egy kicsit jobb lesz szerintem a csapatnak így pihenés szempontjából, illetve a kondíció szempontjából, de persze mindenképpen kellett ez a kis pihi. A csapat január 6-án már a Körmend ellen lép pályára idegenben. A vasmegyeiek valószínűleg megpróbálnak revansot venni a legutóbbi fiaskó miatt. Igen, így egy kicsit könnyebb lesz felkészülni, hogy most játszottunk gyakorlatilag 1-2 hete velük. Hoztak egy új légióst, azt tudjuk, még nem tudjuk, hogy tud-e játszani ellenünk, vagy nem, de mindenképpen úgy megyünk Körmendre, hogy ott is győzni szeretnénk, úgy, ahogy itthon, és mindenképpen szeretnénk egy jó meccset játszani. Ők is egy kis hullámvölgyben vannak most, mindenképpen jót tenne nekik a győzelem, főleg hazai pályán, de úgy gondolom, hogy nem fogunk feltett kézzel menni, és megpróbálunk mindent. Az Aegis Körmend PVSK Veolia férfi kosárlabda mérkőzés január 6-án 16:30-kor kezdődik, zárt kapuk mögött Körmenden.
A téli szünet után megkezdte a felkészülést a Kozár Mislenyesen női kézilabda csapata is. Zdenko Kordi együttese az alapozó időszakot követően január 22-én a Liga kupában lép először pályára, a szekszárdi FGKC ellen idegenben. Még egy mérkőzése lesz a gárdának januárban, a Mohácsi TE 1888 csapatát fogadják a Magyar Kupa harmadik fordulójában január végén. Az NB1-s bajnokság pedig február 6-án folytatódik a lányok számára, akkor a DKK a U20 vendégei lesznek Dunaújvárosban. Baranyai rangadóval búcsúztatta 2020-at a Liga kupában a Kozár Mislenyesen női kézilabda csapata. A december közepén játszott Mohácsi TE 1888 elleni találkozón 24-19 arányú győzelmet szerzett Zdenko Kordi együttese. A gárda, amely az NB1-s bajnokságban, a Liga, valamint a Magyar kupában is érdekelt, megkezdte a közös edzéseket. A téli szünetre kaptak házi feladatot a lányok, ezt mindenki a lelki ismerete szerint végezte el, ellenőrizni nem lehet. Az ős során rengeteg problémánk volt, kezdve a Covid-dal, és ahogy visszatért a csapat, még mindig messze nem az ideális a helyzet. Gadányi Maja például tegnap tért vissza a betegségből. Egy kéthetes periódust követően először Szekszárdon, Liga Kupa mérkőzésen lépünk pályára, addig edzőmeccsünk nem lesz. Ezután még január végén a Mohács elleni Magyar Kupát pótoljuk be hazai pályán, majd február elején egy őszről elhalasztott bajnokira utazunk a Dunaújváros U20-as gárdájához. Onnantól kezdve pedig indul a bajnokság, amelynek szüneteiben berakjuk azokat az ősszel elmaradt meccseket. Nyilván szeretnénk minél jobb helyezést elérni, de a mostani helyzetben az első két hely valamelyike a fő cél, főleg azért, hogy ne kelljen selejtezőt játszani a következő szezonra. Szóval dolgozunk keményen, és minél előrébb szeretnénk végezni a bajnokságban. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!